Reggel 8 órától gyülekeztek a résztvevők az Obó Aréna környéki területen, hogy a 16. dabasi futónap valamelyik távján megméressék állóképességüket. A napot a harcos dojo látványos karate bemutatója nyitotta meg. Litvániában megszerzett Európa bajnoki bronzéremmel a zsebében, mindössze pár hét múlva Prágában lép Tatamira egy VB kvalifikációs versenyen. Hajrá, harcosok! Egy kis zenei aláfestés mehet majd a harcosoknak, jó? Idén a Szent János Katolikus Általános Iskola tanulóival közös bemelegítéssel hangolódtak a futók a rájuk váró távokra. A lányok és testnevelő tanáruk megmozgatták a több száz fős tömeget. A félmaraton rajtja előtt stábunk a dabasi futók vezetőjét, Lorent Vilászló tanár urat kérdezte. Nincs olyan év, hogy a tanár úr ne lenne itt a futónapon a kis csapatával, de idén nagyon-nagyon nagy volt a készültsége a Facebookon is. Hányan vannak most itt a csapatból? Hát a 300 fős csapatból szerintem 150 ember biztos, hogy itt van. Melyik távon indulnak? Hát nagyon sokan indulnak a félmaratonon, meg a 10,5-en is, akinek van gyereke, kisebb, azok ugye mennek a 2,5 kilométeren. Jól látni, hogy ennyien vannak a dabasi futónapon évről évre? Csodálatos, én nagyon-nagyon jó érzem magam itt, és érzem, hogy a munkánk, amit csinálunk itt évről évre, azért az behozza a gyümölcsét, mert jönnek az emberek futni. Szeretnek a dabasiak sportolni? Én azt hiszem, hogy szeretnek, egyre többen szeretnek sportolni. Mit üzenünk erre az idei távra? Hát mindenkinek jó futást kívánok, az idő az nagyon jó, úgyhogy lehet menni és futni, hajrá! Ebben az évben Páncél Károly országgyűlési képviselő gyújtotta meg a kanócot és lőtte el az első rajtot, majd a 2,5 kilométeren maga is beállt a tömegbe és együtt futott a helybéliekkel. Futás, indulj, gyerekek! Sok sikert, kitartást! Sikerült készülni a mai távra? Hát meg kell mondjam, hogy nagyon izgulok. Szerintem én utoljára diákkoromban voltam futóversenyen. Polgármester úr egy rendkívül sportos ember, sőt egy sportember. És az előző években sajnos mindig csak úgy tudtam jönni, hogy a rajtot mondjuk ellőni, és utána más rendezvényekre kellett mennem, mert mindig egybeesett Hősök napjával, vagy valami más jelentős napon. Most egyébként gyönyörű az idő, nem ütközik semmivel, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a legrövidebb távon a feleségemmel elindulunk, és kipróbáljuk magunkat. Dabas egy sportos város, ezt elmondhatjuk magunkról, futni is nagyon szeretnek az itt élők. Fontos a megyének az, hogy minél több sportrendezvény legyen? Hát nyilvánvalóan fontos, és valóban megerősíteném azt, ami Dabasról elhangzott, hogy egy fiatal, sportos város, hiszen például a kézilabda ugye az NB1-ben az megint egy sikeres és jó szezont zár, de van itt labdarúgás és mindenféle más sport, és hát mindig tömegek jönnek a dabasi futónapra, sőt az ország más tájáról is. Tehát amikor elhangzott, hogy a megyének fontos-e, hát az országnak is fontos a dabasi futónap, egy országos felvezetője is volt, ugye televízióban zajlott erről beszélgetés, és évről évre tapasztaljuk azt, hogy különösen a félmaratoni távokon valóban az ország távoli szegletéből is érkeznek sportemberek. A 2,5 kilométer előtt a Fitle Stúdió zumbás lányai gondoskodtak az izmok melegen tartásáról és mozgatták át az indulókat. Az izgatott tömeget ezúttal is ágyúszó indította, amelyet Szabó István a Pest megyei közgyűlés elnöke gyújtott meg, a mezőnyt pedig Kővári Barna és Túra autója vezette fel. 3, 2, 1, és indul! Thank you.
A leggyorsabbak alig 7 perc alatt teljesítették a Dabas Motelig és visszatávot, majd mögöttük folyamatosan érkeztek be az indulók. Természetesen a elhangzottak feltétlenül helyezettek is, mert több korosztály is szerepel a versenyben. De mindenképpen gratulálok azoknak, akik 10 percen belül teljesítették ebben az időben, milyen körülmények között a 2,5 kilométeres távot. Óriási befutó! Hatalmas hajrá! Szinte sprintben érkeznek! Gratulálunk! Közben, akik megérkeztek a futásból, hűsítőnek egy kis rúttánc bemutató itt a színpadon, és bérleteket is lehet, ajándék bérleteket is lehet igénybe venni, és a csajoknál ki lehet próbálni a rúttánc olyat, egy sportot, egyébként egy nagyon nagy erő kifejtést igénylő sportágról van szó. Két hét az, hogy ezt csak a férfiak számára találták ki látványosságnak, tehát egy nagyon komoly és nagyon nagy erőket megmozgató sportágról van szó. Tehát aki ki akarja próbálni, az mindenféleképpen jelentkezzen a ajándék bérletekért itt a színpadon, és természetesen korosztály nélkül, akár gyerkőcök, akár felnőttek elleszhetnek a rúttáncra. Tehát a rúttánc bemutató itt a színpadon. Menj át, gyorsan, gyorsan a vonat! Gyorsan menjél, nagyon szép volt, fiú! Azaz, menj át a vonalon, gyorsan, gyorsan menj át! Úgy. Gyorsan át a vonalon, úgy, hogy ügyes volt, Tücsillá! Azaz, gyorsan át még a vonalon! Nagyon szép, gyorsan át a vonalon, menjél! Jó vonalon, menjél át, vonalon, gyorsan! Gyorsan! Gyere, 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 átmegyünk! Mi is megérkeztünk! Úgy is a Máté! Szia, Simon József, a kisfiam Simon Máté, párom pedig Mráz Mónika. Hát gratulálok nektek a 2,5 kilométerhez, hogy tetszett? Nagyon jó volt, nagyon jó a csapat, nagyon jó a hangulat, köszönjük, hogy itt lehettünk. Rendszeresen sportoltok? Hát próbálkozunk, igen. Apa az mindenféleképpen, mi meg ketten csak próbálkozunk, de igen, azért megteszünk mindent a sport érdekében, meg az egészség érdekében. A kisfiunkat a sportra próbáljuk nevelni, tehát minél egészségesebb életmódot folytasson. Ez hál' Istennek örök mozgó gyerek, úgyhogy nincsen vele probléma. Mennyi idős? Most 2 éves. Egy hete múlt 2 éves. Hát nagyon szép szemei vannak ennek a fiatal legénynek. Köszönöm, integet. Szia, szia. Megmondod, hogy hívnak? Hogy hívnak? Simon? Máté. Máté. Igen, csak egy kicsit halk, kicsit félénk. Jöttök jövőre is? Igen, mindenképpen szeretnék itt lenni, és gyűjtjük a pólókat. Hányadik pólótok van? Sajnos még csak az első, tavaly még pici volt a gyerek, és nem jöttünk, babakocsival nem szerettünk volna futni, de most már tud járni, meg a kis motorját elhoztuk, és így könnyebb volt. Élvezett volt ekkora tömegben futni? Igen, nagyon. Ez egy abszolút egy felemelő érzés, és motiválja az embert. Akkor mi sok sikert kívánunk, és gyertek vissza jövőre! Nagyon szépen köszönjük, további szép napot! Köszönjük!
Amíg a futók érkeztek, a színpadon a Rebel Sport pole dance növendékei mutatták be gyakorlataikat a nézőknek. Az utolsó negyedmaratoni táv harmadjára is ágyúszóra indult. A résztvevők nagy lendülettel futottak neki a rájuk váró kilométereknek. Nos, hát kérem szépen, 10,5 kilométer! Itt a 16. tavasi futónapon, ha mindenki felkészült, a tűzérség is felkészült, akkor én azt mondom, hogy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és rajtaj! Hát szóljon, sok sikerül, vigyázzatok magatokra! Hajrá, hajrá! Gratulálunk a csapathoz, nagyszerű volt a bemutató itt a 8,5 órás kezdésnél. Hogy áll most a csapat, hogyan szerepeltek? Nagyon szépen köszönjük először is a meghívást, hogy részt vettünk, és hogy bemutatóval örvendeztettük meg a nagy érdeműt. A csapatunk nagyon jól áll, köszönjük szépen a kérdést, egyre többen vagyunk, mert egy sajnálatos esemény az elmúlt időszakban, ugye Peszeki Attila kiválásával ugye kivált az egyesületből, de ennek ellenére hál' Istennek azt mondom, hogy zavartalanul működnek az edzések, hétfő, szerdán, pénteken. Jó magam, illetve Csenge segítségével tartjuk az edzéseket, és folyamatosan készülünk a versenyre, illetve az edzőtáborokra. Még mielőtt a Csengére áttérnénk, büszkélkedjünk, te magad is nagyszerű bajnok vagy. Hogy állsz a versenyekkel? Köszönöm az elismerést. Én most már nem versenyzem 2014 óta. Előtte korábbi időszakban elég sok versenyen indultam. Gyermekserdülő és ifjúsági felnőtt kategóriában magyar bajnoki címet szereztem. Felnőttek között volt Európa bajnoki címem, illetve még korábban junior bajnoki cím is történt az európai mezőnyben. Aztán hál' Istennek sikerült Európa érére felkerülnöm 2007, 2008 és 2009-ben, majd 2009-ben világkupa második hely, illetve VB negyedik és ötödik helyen végeztem. Ezt felsorolni is hosszú volt, gratulálunk. Csenge, hogy állsz most a versenyzéssel, milyen eredmények vannak mögötted? Hát jelenleg is készülök versenyekre, és folyamatosan, és én tavalytól már felnőtt kategóriába versenyzem, de utánpótlásban többször lettem magyar bajnok, és az Európa bajnoki dobogóra is sokszor sikerült felállnom. Tavaly novemberben U21 kategóriában Európa bajnok lettem Budapesten, és ezek után Bulgáriában a felnőtt KVU EB-n sikerült a harmadik helyet megszereznem. Majd most áprilisban voltunk Litvániában, ez már a Sinkjukusin felnőtt Európa bajnokság volt, ahol kemény küzdelmek után harmadik lettem. És most pedig a júniusi prágai versenyre készülök, ami egy kvalifikációs verseny, a novemberi tokiói VB-re, és hogyha a legjobb négybe bekerülök, akkor én is mehetek Japánba a VB-re. Hát mi sok sikert kívánunk neked, reméljük, hogy ott lehetsz majd Tokióban. Hogyan állsz a futással? Ez is rendszeres része az edzéseknek? Köszönöm szépen, és hát sajnos vagy nem sajnos, igen, rendszeres része, például tegnap a reggelt is futással kezdtem. Hát heti 2-3-szor van futóedzésem, de egyébként többféle edzésekkel fejlesztjük a gyorsaságomat, állóképességemet, technikáimat. Természetesen vannak küzdőedzéseink is, pontkesztyűs edzéseink, amik a gyorsaságot fejlesztik, pajzsos edzéseink, boksák edzéseink, és persze a futás, és ezek pedig az állóképességet.
ha már a futás és futónapon vagyunk, sikerült a csapatnak végigfutni a 2,5-et? Igen, igen, a kisebbek ugye versenyként tekintettek erre is, úgyhogy előre futottak. Mi a szülőkkel, illetve az edzők itt a csapatot erősítve, itt a kemény magot így végén becsorogtunk a babakocsikkal, de igazából most nem a versenyeredmény volt a lényeg, hanem maga a részvét, és ez nagyon jól sikerült, és köszönjük még egyszer a meghívást. Amíg a hosszú távfutókra várakoztak a már beérkezett versenyzők, a színpadi programokkal, a kihelyezett játékokkal vagy az árnyékpont hűsöléssel szórakoztatták magukat, így az első félmaratonista szépen csendben, senkitől sem zavartatva érkezett meg a célba. Gratulálunk az első helyhez, hát 1 óra 10 perc bravúros futás lehetett. Hogy esett a táv? Köszönöm szépen. Azt kell mondjam, hogy egészen jól esett, meleg volt, de ennek ellenére igyekeztem végig úgy futni, hogy legyen a kellő tempója, és a futásnak mégis azért ne legyen egy nagy szenvedés, és ez sikerült szerencsére megvalósítani. Rutinos futó vagy? Hát mondhatjuk, mert körülbelül 4-5 éves koromban kezdtem gyerekatlétika edzésekre járni, és onnan komolyodott egyre inkább, úgyhogy gyakorlatilag ez több mint 20 év, úgyhogy igen. Ez az 1 óra 10 perc, ez milyen eredménynek számít? Nekem 1 óra 7 perc a legjobban maratonon, de talán annál is arányaiban jobb a 2 óra 17 perces maratonom, úgyhogy ez egy hétvégi lendületes futás. Hányadik alkalommal vagy itt nálunk Dabason? Most először Rizmeyer András, itt a helyi futókörnek az egyik prominens tagja, ő hívott engem, és még korábban, decemberben mondta, hogy lesz ez a rendezvény, és hogy esetleg el tudok-e jönni, és szerencsére úgy alakult az edzésprogram, meg a versenynaptáram, hogy itt tudtam lenni, és nagyon örülök, hogy itt vagyok. Hogy tetszett a dabasi kör? Tetszett nagyon, igazából jó volt, hogy viszonylag sík volt, tehát nagyon enyhe emelkedők, lejtők voltak benne, úgyhogy nagyon jól futható volt. Nem mondom, azért a negyedik kör végére már jól esett egy kicsit ide befutni a változatosságba, ide a cél felé. Mikor hagytad le a többieket? Hát igazából az első kilométeren. Hát akkor a hátadat nézték, visszatérsz-e hozzánk jövőre is? Szeretnék, igen, hogyha úgy alakul, és itt tudok lenni, akkor mindenképp szívesen. Jenkei Péter után szépen lassan elkezdtek beérkezni a többiek, vegyesen a negyed és a fél maraton indulói. A negyed maratonnak a második helyezettje Mácsár Ferenc, és Martinák Robert érkezett el még a fél maratonisták közül. Ez is a Szabolcs érkezik fél maratoni távol, neki is egy nagy tapsó, visszadás, utolsó méterekre. Nagyon meleg volt és nagyon kemény volt. Próbáltam folyamatosan előnyt szerezni, hogyha a végére kezdek elfogyni, addig ne tudjanak befogni akkor a lányok. És ez sikerült, hála Istennek. Úgyhogy... Ezek szerint akkor rutinos futó vagy, ha taktikával készülsz? Taktikával készülök, de nagyon izgulok. Hát rutinos futó vagyok, hát, 2 éve futok a kisfiam születése óta, 2,5 majdnem. Ilyen szinten vagyok, hála Istennek. Ez az első alkalom, hogy itt vagy Dabason? Nem, szerintem ez már vagy a negyedik, ötödik biztos. Egyedül 16-ba hagytam ki, amióta futok, mert ugye akkor a baba benne volt a pocakomba, és akkor 17-ben, 18-ban itt voltam mindig. Ez nálad jó eredménynek számít ez a mai? Milyen volt az időd? Nézted-e? Ezért jöttem, hogy a dobogóra kerüljek. Az, hogy az első vagyok, annak meg végképp nagyon örülök, tehát ezt álmomban nem gondoltam volna. Nagyon kemények voltak a lányok. 50 perc 16, ha minden igaz. Gratulálunk, hát ez a fiú között is. Volna, vagy 50-en belül, ez jött össze. Még egyszer gratulálunk, ügyes voltál. Köszönöm. A beérkező futókat a célban ezúttal is a Rozmarin népdalkör tagjai várták frissítővel, gyümölccsel. Milyen volt a táv? Hát,
meleg volt, igen. És jó nagy páratartalom, de egyébként a táv az jó volt, szokásos. Kis emelkedők, kis lejtők. Hát korelnökként így lehet a legjobban példát mutatni. Igen. Mióta tetszik futni? Hát intenzíven 7 éve, 6-7 éve. Hányadik dabasi futónap? Sokadik. Nem tudom, nagyon sok pólón van. Nem tudnám pontosan megmondani. Nem az elejétől, azt tudom, tehát nem teljesen az elejétől. Most eljöttetek be a kicsivel, milyen volt a táv? Köszönjük szépen, nagyon jó volt. 9 kilométernél behisztizett, hogy szeretné a futócipőjét, úgyhogy megálltunk a nagyszülők házánál, amit végül nem vett fel. Hát egy kis pihenő belefér, de mi történt a te cipőddel? Nekem begörcsölt a lábam, ez egy általános futóbetegség nálam sajnos, úgyhogy jobbnak láttam itt a kanyarban levenni. Biztonságos beérkezés érdekében. Milyen volt a közös futás? Egy különös feliratot figyeltem meg az ő pólóján. Igen, nagyon jó megfigyelő vagy. A dabasi csapat 3 héttel ezelőtt az Ultra Balaton versenyen váltóban indult. Egy közös futótársunknak az emlékére, aki szintén többünkhöz hasonlóan 80-as születésű, és tavaly sajnos eltávozott közülünk, és úgy gondoltuk, hogy méltó lenne az ő emlékére, hogyha azon a versenyen indulnánk együtt, amire ő mindig is nagyon vágyott, de a betegség miatt nem tudott elmenni. Nem tudom elégszer elmondani dr. Tamás Gergő nevét, a dabasiak is annyiszor futottak még az ő életében a gyógyulásáért, hogy nagyon illett a mai alkalomra ez a póló, és még szerintem nagyon sokszor föl fogjuk venni. Nem ez volt az első alkalom, hogy itt dabason fut, és a gyerek is élvezi. Fontos, hogy közösen ilyen programokon vegyetek részt? Nagyon fontos. Nem tudunk elégszer köszönetet mondani Lóránt Fitanár úrnak. Ő szerintem az országban is egyedülálló közösséget épített. 4-500 tagja van ennek a futóközösségnek. Ebből körülbelül 100 aktív. Gyere ide! Gyere! Nincsen futáshiszti nélkül. Már a hisztiket is ismerik a futóközösség tagjai. Nagyon szeretünk idejönni, abszolút a szórakozásról szól, és nagyon sportszerű mindenki. Ha mostanában körülnéztek Dabason az esti órákban, nincs olyan óra, hogy ne lássatok egy-két futót, akik ismeretlenül is összepacsiznak mindig egymással. És aminek én személy szerint nagyon örülök, hogy egyre többen futnak babakocsival is. A színpadon Csicsó Mónika tornázott a kicsikkel és nagyobbakkal, mások beszélgettek és élvezték a pihenést az eredményhirdetés előtt. Nagy volt a tülekedés az eredménytábla előtt is, sokan voltak kíváncsiak a futott idejükre. Ebben az évben sem távozhattak a résztvevők érem és ajándék nélkül, kiderült, melyik osztály nyerte az iskolák versenyét, és valaki hazavihette a főnyeremény kerékpárt is. Nos, hát akkor kezdjük is, kérem szépen. 2,5 kilométeres távval kezdünk, és a 10 év alattiak eredményhirdetése következik. Nézzük akkor a lányokat, a legifjabb lányokat elsőként. Tehát 2,5 kilométeren, 10 év alatti kategóriában a lányok között harmadik helyen Gulyás Eszter végzett. Gratulálunk! Ideje pedig 15,1. Gulyás Eszter! Akkor arra kérném, hogy a képviseletében valaki vegye át a díjat, mert itt áll. Akkor legyen kedve magának, hogy tudjuk adni magát, magát sikára, tudjuk adni, hogy gyűjtötte neki? Tehát aki nincs itt, amelyik versenyző már nincs itt és képviselője van itt, azt arra kérem, hogy fáradjon el fel a színpadra. Természetesen itt nem a versenyző, mondjuk ránézésre még össze lehetnek elni 10 év alatti leányzóval, de a tanárnő vette át Eszter helyett. Második helyen Virág Eszter végzett. Ideje 30,5. Gratulálunk! Mennyi tudsz, mi? Alig jön el! És a 2,5 kilométeres, 10 év alatti leányzó kategóriájában első Horváth Anna! Gratulálunk, Horváth! 9,51,2 másodperces időjével! És egy queen aláfestéssel. Thank you.
Tudja az első. Két és fél kilométer, 10 év alatti meglett férfiak. Harmadik helyen közülük Batfalszky Bence végzett. 9.32,5. Ugyanazok 10 000-en. Komoly egy kapitás a királyhoz. És természetesen az egyik szerelőtől kapják át, hogy kapják a díjat. Második helyen Hász Dominik. Gratulálunk! Ide 9.1. Dominik egy 5-ös. Király. És a 2,5 kilométeres 10 év alatti fiú kategóriájában első helyen végzett Schomberg Samuel. Gratulálunk! 8.57,4 idővel. Király vagy! És akkor most jöhet majd a csoport két. Ha elhívják a sok cuccot. Nos, hát akkor térjünk rá ugyanezen táv 2,5 kilométer 10 és 13 év közötti leányzók következnek. Harmadik helyen ebben a kategóriában Schomberg Luca végzett. Gratulálunk Lucának. 9.10,6 idővel. Második helyen, 2,5 kilométeren, 10 és 13 évesek között Fabó Geszter végzett. Gratulálunk! Geszter idén 8.28,1. És a vasárnapi családi ebédnél meg lehet majd az élményeket tárgyalni, hiszen az első helyen testvére Fabok Vivien ért célba. 7.43,4 idővel. Gratulálok a sportos családnak első és második helyen, azt hiszem, hogy ez minden elismerést megérdemel. Így a csoportkép már-már családi kép lesz. A galapóba belefér. Gratulálunk, még egyszer köszönjük a dalsot! Köszönjük szépen, Benedek! És akkor jöjjenek a 10 és 13 év közötti fiúk. 2,5 kilométeren, harmadik helyen Zelenák Olivér. Ideje 7.51,8 másodperc. A nyomja egy szelfintes szó egyből! Kanyék Barnabás a második helyen, ezüstéremmel. Gratulálunk! Éppen szennyel 7,6 idővel. Gratulálunk! És ennek a kategóriának a győztese, Rosszégi György. Gyere Gyuri! Ide, éppen 27,9 másodperc. Gratulálunk! Még a lázsból, hogy rengeteg futva tesszük. Észfogás, mert nincs a nagyobb. Alig jött te is el a futva. Maradjatok részes. Úgy, mindenki mosolyog, az optikákat kell keresni mindig. Azokba kell nézni és mosolyogni. 14 és 17 évesek között 2,5 kilométeren jöjjenek a csajok. Harmadik helyen Mihalék Rebeka. Gratulálunk! 10.36,4 idővel.
Rebeka! Majd valaki, aki ismeri Rebekát? Ha nincs, akkor kérdez, aki Rebeka, de az ő nevében, akkor átadjuk természetesen a díjat. Kérjük, hogyha valaki Bánki Anna nevében át tudja venni a díjat, az jó, de megszervezzük mi is az átadást. Ők is fontosak legyenek. Nos, 14-17 éves kategória, 2,5 kilométeren, első helyen Forgács Szonya! Gratulálunk! 8:58,1 idővel! Ideje 8:23,6 másodperc. Kapcsisor megvan, a bevonulás. Nekem én adom. Medál a nyomba, ajándék van. Egy ajándék van, kettő. Azt mondom, hogy egyébként most a kolajt is elemény kopasztan. Tehát az egyébként le a talpa a szervező brigád előtt, akiket összeraktak. És akkor nézzük az ezüstérmes 2,5 kilométeren. Berki László! Ideje 7:32,5 másodperc! Szóval nem a fontos, hogy a támogatók jó voltából ennyi mindent lehet hazavinni. Azt mondom, hogy egy medál, egy érem mellé, ekkora ajándék a csomagunk. Hát, autóversenyt nem láttam én. Hát konkrétan a Tesco-nak az ajándék csomagok a nagyobb, mint a legkisebb verseny. Nos, hát akkor nézzük az első helyen kivégzett ebben a kategóriában. Ulicska Adrián! Gratulálunk! 7:22,1 idővel. Tehát a differencia az első és a második versenyző között majdnem 10 másodperc, kicsivel több, mint 10 másodperc volt. Adrián úgy tűnik, hogy nincs itt, akkor neki is eljutatjuk majd az ajándékcsomagot. Maradjanak a fönt, fotóoptika, videóhíjat. Most jön a felnőtt kategória. Először nézzük a nőket, 18 év felett, 2,5 kilométeres távon, harmadik helyen végzett Kud Vivien. Ideje 9:52,7 másodperc. Második helyen végzett 18 év feletti női kategóriában Nagyné Tillinger Anna. 9:46,7 idővel. Ismerős barát, szóra kovárós haver, barátő. Akkor majd eljutatjuk. A győztes? A győztes pedig nem más, mint Szládik Bettina. Ideje pedig 8:58,1 másodperc. Gratulálunk Bettinának is. Thank you.
kilométeres kategória 18 év feletti férfiak következnek, ahol a harmadik helyen Váradi Attila végzett. Gratulálok! 842,2 másodperces idővel. Aki látta a Queen című filmet, azt tudja, hogy ez született az oda. És akkor jöhet a második helyen a befutó, Kajli Zsolt Attila. Gratulálok! 8.35,4 másodperces idővel. És első helyen végzett, még van egy kicsit, 2,5 kilométeren, 18 év felett, Mudra István. Ide 8.10,9 másodperc. Gratulálok! Közös fotóra álljátok, ezt a legyen kedvesek, optikát nézni! Jöhet a negyed maraton, ahol először a negyed maratonista hölgyek jönnek. Harmadik helyen végzett a hölgyek között 10,5 kilométeren Dizsnyai Rita alias Pavok Ferencné, a Giga család harmadik érmét szerezte meg. Köszönöm 1,9-es gratulálunk! Gratulálok! A második helyen végzett a hölgyek között Nagyszemi Teréz! 51,0,4! Gratulálok! És a negyed maratoni táv női győztese 10,5 kilométeren Virág Dóra. 50.14,1 másodperc. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. A negyed maraton, ahol először a negyed maratonista hölgyek jönnek. Harmadik helyen végzett a hölgyek között 10,5 kilométeren Dizsnyai Rita alias Pavok Ferencné, a Giga család harmadik érmét szerezte meg. Köszönöm 1,9-es gratulálunk! Gratulálok! A második helyen végzett a hölgyek között Nagyszemi Teréz! 51,0,4! Gratulálok! És a negyed maratoni táv női győztese 10,5 kilométeren Virág Dóra. 50.14,1 másodperc. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hölgyeim! You are the champion!
most jöjjenek a férfiak. Negyed maratoni távon. Harmadik helyen végzett a férfiak között. Izsa Szabolcs! 42 perc, 21,5 másodperc. Gratulálok! Mácsár Ferenc, 41 perc, 31,6 másodperces idővel. Gratulálok! És a negyed a maratoni férfiak között első helyen végzett Kajik András. 39 perc, érdekedik és egyet a másodperces idővel. 40 alatt idő. Évről évre megfigyelhető, hogy vannak visszatérő nevek itt az eredmény hirdetésen. Például András felé is ilyen többek között. Köszönöm, foglalkozzon. Közös fotóra, az állá! És akkor térjünk rá a fél maratoni távra, itt is természetesen elsőként a hölgyeknek adjuk át a díjakat. 21 kilométeren a nők között harmadik helyen végzett Gula Andi. Ide. Két óra, három perc, fegyelmet, egész 2000 másodperc. Anyu is hagyjon, ilyen föl, együtt értünk célba. Hogy ne találkozzon az ember Marival, miközben éppen futva van erre. Második helyen végzett a 21 kilométeres távol, de Nyesőné Kovács Márta! 1:08.92.9 idővel! Bízunk benne. És első helyen végzett 21 kilométeres távot a nők között Ferenci Krisztina. Gratulálunk! 1 perc 53,55 idővel. Gratulálunk! 1 óra 53. Köszönöm! Gratulálunk! Megköszönöm! Köszönöm! 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 A futónak pedig egyen elve volt. Gratulálunk a csajokra! Gratulálunk! Szuper teljesítmény! És végül nem veszem el utolsó sorban, jöjjenek a férfiak 21 kilométeres távon. Harmadik helyen végzett Spisják János! 1 óra 33, 22,3 idővel. Gratulálok! Ugyan ezen a kategória második helyezettje az ezüstérmet szerezte meg, aki például múlt héten a Mercedes futáson is dobogós volt ezen a távon, sőt 25 kilométeren,
Fodor Gábor! Gratulálok! 1 óra 31 perc, 31,7 tizedes idő! Gratulálok, Pászkál! Köszönöm szépen! Átadás, minden óráig. És a 21 kilométeres szám férfi bajnoka ebben az évben, Jenkei Péter! 1 óra 17 perc, 4,8 idő. Márta, szépen tudották. Egyúk róla tudni kell, hogy gyakorlatilag egyrésnek számít neki ez a táv, hiszen egy igen komoly maratoni futóval. Igen, látom az időt is, tehát egy szomorú kárcia van. Igen, és Péterről tudni kell, hogy úgy futott el, hogy szépen csendben. Senki nem zavarta, mert meg sem fordult a fejünk, hogy valaki már ennyi időt nem megkérdezett. Mire szóltak az igazán a tűzsítettek? Közös fotó, mosolygás! A kategóriák, a kor szerinti kategóriák szerint is szeretnénk díjazni a futókat. És a legszebb korban lévő női, illetve férfi futót szeretnénk díjazni. Nem tudom, hogy ebben az esetben elszabad-e azt mondani a hölgyek esetében, hogy mikor született, de szerintem büszke lehet rá az, aki 1945-ben látta meg a napvilágot, és ma végig futotta a 2,5 kilométert. Jogos a dapsz, köszönjük szépen! Acélvári Gyuláról van szó! Nem tudom, hogy itt van egy Gyula, Gyula bácsi közöttünk. Gratulálunk a teljesítményhez! Az egy kazettás magnót azért. A kazettás magnót. Figyeljetek azért, ez, bocsánat, fölkönny emeljen. Egy kazettás magnót, érted? Egy kazettás. Nem is tudtam, hogy létre. És mégis, megy is rajta a zene? Ez a 40-es évek. A 40-es évek MP3 lejátszója. Zseniális. De ilyet sem tudnak csinálni, nem? Jó, oké, és még a karismagló. És nála még egy kicsit szebből korban lévő hölgy, aki 1942, valószínűleg 43-ban tette meg az első lépéseit, és most végig futotta a 2,5 kilométert, Kajdácsi János még! Gratulálunk neki! Reméljük, még itt van. Kajdácsi Jánosnéval találkozott-e valaki? Egy fiatal asszonyt kell keresni. De úgy tűnik, hogy nem, akkor természetesen eljutatjuk. Köszönjük szépen! És akkor nézzük az iskolák versenyét, hiszen minden egyes évben az iskolák is megmérettetik a magukat. És amelyik iskolára a legtöbb szavazat érkezett, illetve aki a legtöbb futót felvonultatta itt a 16. Davasi futónapon, azok minden évben díjazásban részesülnek. Az iskolák versenyében ebben az évben 2019-ben harmadik helyen végzett 193 szavazattal Davasi Kossuth Lajos általános iskola. Tamás Roland igazgató úr, aki már Róma szokkal a szelfiket csinálni magáról, és pontosan felvételeket is köszönjük neki természetesen. Elhúzott is egyben a légi felvételeket, tehát harmadik helyen a Davasi Kossuth Lajos általános iskola nézett. Gratulálunk, Rajtaps! Köszönjük szépen! Második helyen! Hosszú-hosszú évek óta nem sikerült letaszítani a trónról, de most 2019-ben igen, és második helyen végzett a Gyóni Géza általános iskola. Gratulálunk, 248 szavazattal.
gratulálunk, és azt vagy. Jó, mennyi, és a Gyóni Gézzák, hogy két diák el is érkezett átvenni a díjat. Álljatok a bácsi mellé, a Csúnya bácsi mellé. És első helyen az iskolák versenyében, nagyon-nagyon szoros küzdelemben, hetes darab szavazattal megelőzve a Gyóni Géza általános iskolát, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium. Jó, akkor a királyság! Na, gyertek, aki úgy gondolja, gyertek, nyugodtan a színpad, csak nem szakad le. Nyugodtan, föl lehet pattani, lehet pábást adni, sima ügy. Köszönjük szépen! Gratulálok! Szép teljesítmény! Köszönjük a hátra információkat! Köszönjük szépen! Hát gratulálunk az iskoláknak is, és köszönjük szépen, hogy ilyen szép számmal megjelentek itt a 16. Dabasi futónapon. Elsőként azt a fiatalember szeretném ide szólítani a színpadra, ha még itt van velünk, aki munkaruhában futotta le ezt a távot ma itt a 16. Dabasi futónapon, aki egyébként tűzoltóként tevékenykedik, és tűzoltó felszerelésben futotta végig. Komplett felszerelésben. Ja, hívják, hogy Szabó Balázs egy nagy-nagy tapsot. Külőre gyúr. Királyban látja. Külön kupa jár. Köszönöm szépen. Egy külön díjban részesült, és egy óriási előszörénytel. Köszönjük szépen. Aztán nagyon sok olyan versenyző van, aki olyannyira lokálpatrióta, hogy a futónap kedvéért képes hazautazni Angliából, ahol egyébként már a mindennapjait éli, és természetesen, aki csak azért hazajön Angliából, hogy fusson itt a Dabasi futónapon, az megérdemel a szervezőkör egy díjat, úgyhogy Kohan Gyurit várjuk a színpadra. Gratulálunk! Aki egyébként azóta Angliában is nagyon szép sikereket ér el a különböző futóversenyeken. Lesz Brexit vagy nem? Lesz Brexit vagy nem? Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljött. Gratulálunk. Gratulálunk, király, hogy köszönjük. És most a legjobb jelmez. Díja következik, nem tudjuk, hogy itt van-e még a helyszínen. Aki egyébként baba kocsival és egy biciklis kísérlettel teljesítette a 10,5 kilométert, és egyenesen a Pamela Andersonként futott be a célba. Őt úgy hívják, hogy Dr. Balázs Katalin, várjuk ide a színpadra. Bár jobban örültünk volna neki, a Pamela-ként érkezik ide a színpadra. Úgy hívjuk, hogy Ügyvéd Kati. Úgy sokkal jobb, hogy már az elején megvan azonnal. Gratulálunk! Édesen értem! Édesen értem, és már azonnal! Nem erőbozok! Már az ügyvédek csak ilyenek. De ha vajon, hívjátok nyugodtan. Mondom a telefonszámát 0690, Rufán ZSZ-en. Egyébként a jelmezt meg lehet tekinteni majd szerepjáték keretében a mindenkinek. Én a személy mondta most, nem hallom mutatnám. Hát kérem szépen, aki a biciklit hazaviszi és megnyerte 2019-ben, az a 162-es sorszámot viseli. Itt van! Gratulálunk! Leugrottunk! Csak úgy lehet, hogy... Egyébként a bantóni, mint a vérünk, a Nikon kifel. Szerintesek voltunk vele, mint a